Ez a gép éppen azt mutatja, mennyire nőtt meg a melegvíz fogyasztás. Ez nem meglepő, hiszen sokan vannak most otthon, és gyakran mosnak kezet. De a szekszárdi távhőszolgáltató nem csak a melegvízért, hanem a távfűtésért is felel, közel 6000 lakásban. Csukle Tibor, a szekszárdi távhőszolgáltató vezetője azt mondja, 40 millió forintot visszaadnak a fogyasztóknak. Ennyit fizettek be ugyanis pluszba a fogyasztók a 2019-2020-as szezonban, mivel 1 Celsius fokkal volt magasabb az átlag hőmérséklet, mint az azt megelőző időszakban. Ezt az összeget az elszámolás után adják vissza a fogyasztóknak, azt azonban még nem tudni, mikorra időzítik az órák leolvasását. A leolvasást azt nem a távhőszolgáltató végzi, hanem a Tehem Kft., de ők is azon az állásponton vannak, hogy egyelőre halasztani kellene egy augusztus-szeptemberre, majd a járvány lefolyását ilyen az ezévi elszámolás. A távhőszolgáltató addig is a 3 év átlagfogyasztásából kiindulva állítja ki a számlákat. Hibaelhárítást azonban végeznek a szakemberek. A rendkívüli helyzetre való tekintettel tartalékműszakot hoztak létre, hogy minden esetleges helyzetre fel legyenek készülve és meg tudják oldani azokat. A lakásokba azonban csak a legvégső esetben mennek be, ezzel is minimalizálva a személyes kontaktusok számát. Érdemes tudni, emelte ki a vezető, hogy a krízis helyzetbe került fogyasztók kérhetik, hogy számláikat 3 vagy akár 5 hónappal később fizessék be. Ha csak kérelmezi, tudunk fizetési feladékot, tehát akinek indokolt, meg nincsenek nagy tartozási, akkor nyilván abban tudunk segíteni, hogy már 3-5 hónapos fizetési halasztást, úgyhogy, de azt nem tudjuk megcsinálni, hogy elengedjük be. Tehát ilyen nincs. A fogyasztóktól azt kérik, hogy aki teheti, online fizesse be számláit.